Köszöntöm a kultúrszoba nézőit! Évente közel 800 tornamegyei gyerek utaztatását biztosítja az állam a trianoni határokon túli magyar területekre, a Határtalanul program keretein belül. Országos szinten ez eléri a 150 ezer gyereket, erről Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár beszélt sajtótájékoztatón. 2010 óta fut ez a program, az első autóbuszok pedig 2011. június 4-én gördültek ki innen Budapestről. Azóta körülbelül 400 ezer diáknak volt lehetősége a programban részt venni. Azért mondom így, hogy részt venni, mert pont ez a tanév, a most záruló tanévben, akik pályáztak, azoknak csak a kis része jutott el a programban határon túli területre. Az idei programévünk ugye az Erős Magyar Közösségek éve, ennek az évnek, a tematikus évnek szenteltük volna, vagy rendeltük volna alá ezt a programot is. A Határtalanul program pályázati felhívását a járvány előtt írták ki, és a veszélyhelyzet miatt meg is hosszabbították egy hónappal az igények beadásának határidejét. A program célja, hogy a Magyarországon élő gyerekek megismerhessék a határon túli magyar lakta területeket, és az ott élő diákok Magyarországon táborozhassanak. Idén is több mint 2200 pályázat érkezett be, aminek körülbelül fele sikeres elbírálásban részesült. A tavalyi nyertes pályázók nagy része nem tudott elmenni a tanulmányi útra, így ők is ősszel vagy jövő tavasszal pótolhatják be azt. A 2019-20-as tanévre, amikor meghirdettük a pályázatot, és amikor elbíráltuk, akkor még nem tudtuk, hogy ez a járványhelyzet áll elő. Az utazások döntő többségét sajnos nem lehetett lebonyolítani, egyrészt mert a kormány nem is engedélyezte ezt, másrészt pedig a határokat mindenhol lezárták, tehát gyakorlatilag lehetetlenné vált a gyerekeknek, illetve a csoportoknak a kiutazása. Ezeknek az elmaradt utaknak a bepótlására lehetőség nyílik, október 31-éig ezt meg tudják valósítani, illetve azon is dolgozunk már, hogy akik esetlegesen ebbe a határidőbe se férnek bele, azok a következő tanév második felében, tehát a tavaszi hónapokban ezeket az utakat be tudják pótolni. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, főleg a hetedikeseknél, hogy akik hetedikben nem tudtak utazni, azok mint nyolcadikosok tudnak visszatérni, és hát remélem, hogy a középiskolás gyerekek szintén ezt be tudják pótolni. A mostani sajtótájékoztatónkon az idei kiírás eredményeiről tudtunk beszámolni, tehát 2020-ban is, még a járvány előtt egyébként meghirdettük ezt a pályázatot, de már a járvány időszakában bíráltuk el, április 30-áig kellett benyújtani a pályázatot, rekordszámú pályázat érkezett be az idén is, illetve tavasszal, és örülök annak, hogy mind a három kategóriában tudjuk támogatni ezeket az utakat. Egyrészt a hetedikesek, másrészt pedig a középiskolások számára két kategóriát írtunk ki. Ezeknek az utaknak a megvalósítására szintén ősszel, illetve a következő év tavaszi hónapjaiban kerülhet sor. A kormány támogatja a fiatalokat abban, hogy megismerjék az egykor hazánkhoz tartozó területeket, és szoros barátságok köttethessenek az ott élő gyerekekkel. Az idei nyertes pályázók 73%-a 2021 tavaszára tervezi az utazást, azokkal a csoportokkal együtt, akik az idén a koronavírus járvány miatt nem tudtak elmenni. Így 2021 tavaszán valószínűleg dupla annyi busz fog indulni a határon túli magyar területekre, mint tavaly. A támogatott pályázatoknál az úti célokat néztük meg. Itt a legtöbben hagyományosan Erdélybe mennek, nyilván az a legnagyobb terület, ott él a legnagyobb számú magyarság, és ott a legtöbb műemlék, természeti, látnivaló, stb. Tehát ebben semmi rendkívüli nincsen, és utána pedig arányosan a többi vidék. Ebben egyébként az is benne van, hogy a magyar intézményeink is, iskolák is nyilván Erdélyben van a legtöbb, és a Móra vidéken pedig a legkevesebb például. Ott két tannyelvű intézmények vannak, és amikor a gyerekeknek mondjuk egy-egy iskolában kell részt venni valamilyen programon, akkor azt is el lehet gondolni, hogy az ottani iskolákra milyen terheket rovunk ezáltal, ami a gyerekeket egyébként annyira nem zavarja, hogy minden nap beérkezik egy magyarországi csapat, és velük kell eltölteni egy-két órát, viszont az oktatásban elég nagy nehézséget tud okozni, amit ők el is mondanak.
azt gondolom, hogy a kapcsolatépítés a legfontosabb. Tolna megyéből mindössze 14 pályázat érkezett be. Én nagyon remélem, hogy a következő kiírásnál többen fognak jeleskedni, többen adják be a pályázatukat. Remélem, hogy azok, akik viszont beadták a pályázatot, nyertek, és azok pedig ezeket az utazásokat meg tudják valósítani. Tolna megyéből közel 800 gyerek utaztatását tudja a kormány támogatni idén. Országos szinten ez elérheti a 150 ezer főt. Ezeknek az utaknak a lényege az, hogy a magyar kormány támogatásával szervezett iskolai keretek között látogassanak meg egy határon túli régiót, ottani iskolásokkal találkozzanak, baráti kapcsolatokat alakítsanak ki, ismerjék meg ezeket a tájakat, ezeket a városokat, településeket. Több kiemelkedő teljesítmény nyújtó Gara is diák kapott elismerést, és vehette át a Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2019 címet. A következő riportunkból kiderül, mit szóltak az elismeréshez, és milyen terveik vannak a jövőre nézve. Ezek a felvételek a Garai János amatőr kosárlabda diák olimpia pécsi döntőjén, ezek pedig már a profik döntőjén készültek Kecskeméten a kosárlabda országos diák olimpián. A szekszedi Garai János gimnázium leány kosárlabda csapata a diák olimpia döntőjében mindenkit maga mögé utasítva megszerezte az aranyérmet. A csapat részét képezte Rences Rebeka, a Garai János gimnázium 11. osztályos tanulója is. Rebeka az atomerőmű KSC színeiben versenyzik, és nem csak hazai sportversenyeken ért el kimagasló eredményeket, hanem nemzetközin is. A kadett csapattal az előző szezonban bajnoki aranyérmet szerzett, az U16-os válogatottal pedig ezüstérmet nyert tavaly nyáron a bakui Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Ekközben Rebeka tanulmányait sem hanyagolta el, az előző tanévben is kitűnő bizonyítványt vihetett haza. Ezzel a teljesítménnyel pedig kivívta, hogy Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2019 címben részesülhessen. Rebeka azt mondja, kezd körvonalozódni, hogy milyen irányba szeretne tovább tanulni. Teljesen még 100%-osan nem döntöttem el, de így kialakult egy kép, mi szerint a matek és az idegen nyelvek, amik így jobban érdekelnek, és ez irányba szeretnék, például pénzügy, menedzselés, ilyesmi szakirányt szeretnék választani, vagy a budapesti Corvinus Egyetemen, vagy még egy régi álmom, hogy Amerikába folytathassam a tanulmányaimat. Ott is ilyen pénzügyi vonalon? Igen, mindenképpen, és ott párhuzamosan tudnék magas színvonalon tanulni, és magas színvonalon kosárlabdázni. Igen, a kosárlabda lett volna a következő kérdésem, hogy azzal mi lesz? Hát nagyon szeretném mindkettőt magas szinten űzni, nem szeretnék, hogy csak egyikre fókuszálok, ameddig tudok mindkettőre fókuszálni és a maximalizmus nyújtani, addig szeretném mindkettőt folytatni. Több kiemelkedő teljesítményt nyújtó Garai és diák kapott elismerést és vehetett át Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2019 címet. Nagyon örültem neki és meglepődtem igazából, mert nem számítottam rá. Miért nem számítottál rá? Hát úgy gondoltam, hogy talán nem volt teljesen kitűnő az eredményem a tavaly éppen, de mégis sikerült megszereznem. Vajon mivel szerezted meg? Hát a tavaly diák olimpián harmadik helyezést értünk el kosárlabdában, és ezzel szerintem tovább tanulásra készülünk mindannyian, és a kosárlabdával is szeretnénk továbbra is haladni. Bár idén nem jött össze a diák olimpia, mert sajnos elmaradt, de majd jövőre. Idén sikerült kitűnő lennem, de tavaly még a természettudományos tantárgyak voltak azok, amikből 4-es lettem. Csirzó Zoltán a diákokat felkészítő testnevelő tanár azt mondja, nagyon büszke a diákjaira, akik rengeteg munkával és kitartással érték el, hogy mind a sportban, mind a tanulásban kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak. A tanulásban is nagyon sokat dolgoztak azért, hogy kitűnők legyenek, illetve hát a sportban az igazoltak azok heti több órában, az amatőr csapat pedig heti két alkalommal tudott edzeni, és hát azt gondolom, hogy mindenki megtett mindent azért, hogy az év végén jó eredményeket tudjon produkálni. Az igazoltak a KSC keretein belül készültek, és úgy vittük el őket az országos döntőre, ahol
Az idei évben már nyertek is, tavaly még csak harmadik voltak, idén már tudtak nyerni, és nagyon büszkék vagyunk, még tovább tudták öregbíteni az iskola hírnevét, és hát az amatőr csapat pedig a tavalyi évben második helyezést ért el, és hát ott is a KSC-ből jöttek a gyerekek, csak már több éve abba hagyták, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy iskolai szinten is el tudunk most már érni olyan eredményeket, amire nem csak mi, hanem a gyerekeket is tudjuk arra ösztönözni, hogy érdemes sportolni a jó tanulás mellett is. Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2019 címet olyan diákok kaphatják meg, akik korcsoporttól függően a 2018-2019-es tanévben 4,8-as, 4,7-es átlagot értek el. Emellett sportáguk országos bajnokságán, diákolimpiáján vagy nemzetközi versenyén a legjobb 6-ban végeztek. A Garai János Gimnázium 6 diákja érdemelte ki ezt az elismerést. Retkes Tamás a szekszárdi Vosinszky-Mor megyei múzeum fotósa, de nem erről, sokkal inkább a természetben elkészített képeiről ismerik. Azt tartja magáról abszolút maximalista, és addig nem nyugszik egy kép elkészítésénél, míg azt a saját elvárásai szerint is megfelelőnek ítéli. Azt addig csinálom, amíg azt mondom, hogy na, ez az én értékrendemnek, ez jó, én ezt adom le, emellé írják oda, hogy Retkes Tamás fotó. Kész. Igen, ez ő. Retkes Tamás és a munkához való hozzáállása. A szekszárdi Vosinszky-Mor Múzeum fotó dokumentátora elmondása szerint nem szeret csak legyen meg alapon dolgozni. Nem is teszi. A legegyszerűbb feladatokat is precízen hajtja végre. Bármelyikünk is, aki ilyen fegyelmezett munkát végez, szabad idejében próbál valami másra koncentrálni. Tamás ilyenkor bakancsot vesz és elindul a Gemencbe. Igen, fotózni. Azt szeretném megmutatni az embereknek, amit elfeledtünk már, a természetet igazából, és amire nem nagyon vigyázunk már. Hát, Gemencbe járok sokat, ami itt van Szekszárd mellett, egy nagyon szép hely, nem tudom, ismerik-e az emberek, de remélem, hogy igen. És ott is sajnos egyre több helyen fedezek föl emberi lábnyomokat. A szemetet, az olajos, hordókat, meg olajos ilyen üzemanyagos kanna darabokat, meg eldobott sörös dobozokat, aminek egyáltalán nem lenne ott a helye. Szóval ez egy ilyen küldetés nekem, úgy érzem. Nekem a természet szeretete az, nem tudom, hogy honnan ered, de ez régóta megvan. És hát ezt szeretném, hogyha több ember ráragadna. Mert eleinte úgy mentem, hogy kimentem, és amit látok, azt megfotózom, és ma is van még ilyen, de kezdek áttérni arra, hogy tudatosan kimegyek, és tudom, hogy mit akarok fotózni, azt is, hogy hol, megvan a fejembe a kép, amit látni akarok, és addig törek, vagy addig dolgozom az egészen, amíg az végre meg nem születik az a kép. Előre nem lehet persze a természetben megtervezni dolgokat, az tény, de például a Gemenchez én azt látom, én azt tapasztalom saját magamon, hogy az kell, hogy sűrűn menjek ki. És akkor az ember látja, hogy merre járnak a vadak, de ez se törvényszerű, hogyha ott jött el háromszor, akkor negyedszer is ott jön. Szóval nem lehet tervezni, de elképzelek egy fotót a fejembe, hogy azt meg szeretném úgy csinálni, és van sejtésem, hogy arra fele jön ekkor vagy akkor, és hát kijárok, és egyszer vagy összejön, vagy nem. Mondjuk nekem milyen a jégmadár, az Istenért nem tudom lefotózni, elég közelről, mint mondjuk a gyúrgyalagot, amit már sikerült közelről, és kijárok Gemencbe, tudom, hogy hol van, beülök, van úgy, hogy reggel 5-re kim vagyok, este 5-ig ott ülök, minden jön arra, mindent fotózok, szarvas, vaddisztó, kiskócsak, nagykócsak, szürkegém, akár sas, mindent fotózok, és a jégmadárból ennyit látok. Kész. És vagy leszáll ott, jóval messzebb, de ott, ahol várom, ott nem. Szóval nehéz ügy, de ez hajt előre, szóval ez nekem például egy jó indok mindig, hogy most is ki kell menni, még akkor is, hogyha fáradt vagyok, és jaj, most esett az eső, vagy most hűvösebb van, vagy sok a szúnyog, vagy bármi, akkor is ki kell menni.
Tamás képei évek óta rendszeresen jelennek meg a National Geographic internetes oldalán. Még ez a siker sem tette önhitté. Sőt, a Szekszárdi Fotóklub elnöke nagyon is alulértékeli a tehetségét. Sokan azt hiszik, hogy ez hú de nagy dolog, de egyébként ha te vagy te beküldöd a képeidet, van esélye, hogy megjelenik ott, hogyha tényleg egy olyan... Régen ez sokkal komolyabb volt. Szerintem régen állt egy zsűri mögötte, én szerintem most nem áll. Szerintem véletlenszerűen valami automata gép dobálja a beküldőt, mert rengeteg képet küldenek be, és látom azt, hogy olyan kép is bekerül, ami számomra bőven nem egy jó kép. De ennek ellenére úgy vagyok vele, hogy küldök be most is. Most kisrókákat fotóztam, abból 5 képet lehet beküldeni, és megint beküldtem 5-öt, abból most 2-t kiraktak. Ez pont a mai. Úgyhogy ez a National Geographic, ez az már egy nagyobb dolog szerintem, amikor napképe lesz. Napképe az ritkábban van, azt talán még ember válogatja, de hát ezt a National Geographicot kéne megkérdezni. Kérdésünkre, hogy mi a jó tárgyfotó, egy pénzérmén demonstrálta azt, hogy ez a munka szerinte milyen egyszerű. Pedig a képein a történelem elevenedik meg, és ez nem csak a múzeumi közeg miatt van így. Tamásnak adottsága van megszólaltatni ezeket a tárgyakat, amikről sokszor azt sem tudja, hogy mi az. Nem tartom magam profi fotósnak egyébként, mert azért a tárgyfotózás egy nehéz ágazat a fotózáson belül. Volt itt nálam profi tárgyfotós, akitől tanulhattam, meg nekem az elején, itt, amikor kezdtem a múzeumban, akkor megmondták, mit, hogy kell fotózni, és azokhoz tartom magam, illetve mindig tanulok, nézem akár videókat, akár könyveket. Vannak nehéz tárgyak, amit nehéz fotózni. A tárgyfotózás az egy nehéz dolog. Nem mindig van itt időm a múzeumban egy-egy tárgyal több időt eltölteni, mint hogy még jobb legyen a fotó, de vannak különlegességek, amikre kapok több időt, és akkor azokat szebben meg tudom csinálni. Nem tudom a számot se, hogy hány tárgyat fotózok itt le egy évben. Én egyébként, mivel el kell számolnunk minden évben, hogy körülbelül mennyit fotózol, nekem, én esetemben ezt kell leadni. Ilyen írom a naptárba, és ilyen 6-8-10 ezer képet csinálok, amit fölírok, de sok mindent meg elfelejtek. Meg van úgy, hogy egy tárgyról több száz fotó készül, de csak egy lesz az igazi. Nem tudom, biztos, hogy valami különleges tárgy volt, ami nehéz volt, vagy valami üveg, azokat nehéz, meg a fényes dolgokat ne tükröződjön benne, akár itt a körülöttem lévő dolgok, szóval ez sokkal nehezebb, mint hogy kimész a természetbe, és ott amit látsz, valami szép állatot, vagy csak a tájat, nyilván azt is meg kell komponálni, meg azzal is van utómunka, de a tárgyfotózás az a másik világ. Eleinte magamnak fotóztam, most is nyilván magamnak fotózok, de mint ahogy az előbb említettem, a természet szeretetére, meg a figyelemfelkeltés, azt feladatomnak érzem. Ugyanúgy, amikor tavaly előtt a kórháznak ajánlottam föl a képeket, az is egy ilyen emberek ébresztő. Bárkinek bármit föl lehet ajánlani, segíteni. És hogy maga az ember szót kezdjük elveszíteni. És valahogy ezt szeretném az emberekbe tudatosítani, hogy gyerekek, figyeljünk már egymásra. A sorozatban, mely közel hozta a zenét a városlakókhoz, a medinai tambura zenekar is részt vett. A csapat tagjai a népzenén nevelkedtek, hiszen éveken keresztül voltak különböző felállásban a Bartina Néptánc Együttes tagjai. Egy ünnepel tényleg estő, kivitt még a szívről dolog.
eladó. Házadhol eddig lakott. A Kultúrpercek sorozatban állt a képzeletbeli színpadra a Medinai Tambura zenekar. A társaság alapvetően a népzene világából érkezett, hiszen évtizedeken át ők voltak a Bartina Néptánc Együttes kísérő zenekara, és ugye medinaiak, mely faluról lehet tudni, gyűjtőhelye a muzsikusoknak. A zenekar úgy jött össze, úgy jött létre, ugye külön-külön zenérünk mindegy táncos zenekarokba, és borversenyekbe közel 30 éve járunk ebből a felállásba, és jött egy olyan ötlet Zalántól, hogy elkezdett régi dalokat hallgatni, régi sanzonokat, régi magyar nótákat, például Kovács Apolloniától. És ő saját maga elkezdte kidolgozni, és egy este összegyakoroltunk, és valami hihetetlen hangzás jött ki ebből, hiszen a hangszerek külön-külön más szólamokat játszanak, illetve az énekbe körülbelül megint négyszer másféle hangon énekelünk, és gyakorlatilag egy orgonát, mikor lenyom az ember ilyen sok-sok hangzásból jön érte. A tamburáknak ez a nagyon jellegzetes hangja, és innen elkezdtünk gyakorolni. A gyakorlásnak az lett a vége, egy CD-t ki tudtunk adni. Az, hogy most, hogy itt vagyunk, ez az egész nyáron való gondolkodás, újra gyakorlás, és lett ez az alkalom, amikor felajánlott a zenekar Szexárnak, illetve Paksnak. A CD is nagy sikert adatott, és a korongon található zenékből készült videókat is előszeretettel osztja meg a közösségi oldal népe. Nagyon megtiszteljük a vendégeket abban, hogy jó hangulatot teremtsünk, illetve hogy nosztalgiázzunk. Nem véletlenül az 50-es évek kávéházi zenét vettük elő, mellette persze a népzene is felcsendül, mind a hangszereknek a hazájából is, szerb zene is, de alapjában véve azt a korosztályt próbáltuk megszélozni, aki fölnőttek ebbe. Tehát akik fölnőttek, az már ugye mi is már második generáció, vagy gyerekek már harmadik generáció, de kötelességnek tartunk visszahozni ezeket a dalokat. Millió, millió, millió rózsa szám, érős napoló tavaszi út korán. Millió, millió, millió rózsa szám, gyönyörű közeles sors főleg a szövegének van nagyon nagy értéke. Tehát gyakorlatilag megzenésített versek. És itt föl is szoktam hívni a figyelmet, hogy figyeljenek rá, hogy mennyire szívhez szól, és vannak olyan dalok, amelyek a mai napig aktuálisak. Tehát eltelt 50-60-70 év, és mégis akkora üzenete van, hogy ezt nyugodtan tovább tudjuk adni a gyerekeinknek és az unokáinknak. Nagyon sokat hallgatunk, illetve nem én, hanem a Zalán, és abból csemegézünk, és mindig az volt a hiányokat, és abból is az eredetit, mert nagyon sok feldolgozás van, volt egy időszak, amikor ellakadalmasították ezeket a zenéket, most mi visszapróbjuk hozni ennek a szépségét, eredetét, és tehát is akkordokba is, szóval nem úgy, mint a kávéhez zenét a vonósok, hogy minden hangra külön hangot fogtak, vagy akkordokat, mi lecsupaszítottuk, és teljesen tiszta hétköznapi kísérlettel kísérjük őket. A szépsége még egyszer az, hogy a hangszereknek is különböző szólamokba játszanak, és a mi énekünk is különböző. Utoljus nádo, já odlazím sám. Hledám, oči da čaku, ráňa se da dýmku, ugašená svetla na perónu, kakva si mladosti. A sada ennek
ennek van gyökere, miközben egy barátom fölkutott, az egész világon ismerik a tamburát, különböző más neveken. Gyakorlatilag Szerbiából indult el, hogy jöttek fel a szervek, hozták a kultúrájukat, hangszereiket. Hát nem véletlenül itt ugye délvidéken volt a legtöbb tamburazenekar, a Paksi tamburazenekar, Bátai tamburazenekar, Mohácsi tamburazenekar. És sajnos akkor a zenekarok voltak mindegy vonós, tehát minden hangszernek. Ez most legcsökkent ilyen 3-4-re. Mi is próbálunk alkalmazkodni ahhoz, hogy a print tamburát, basszim tamburát, tambura csellót, tambura bőgő, tambura brácsa. A hangszerekben az érdekes, hogy a tambura bőgő a legidősebb, ő 100 éves. Az én tamburabácsom legfiatalabb, ő csak 2 éves, de azt is Bajmokról hoztuk az eredeti hazájából. Egy idős hangszerkészítő bácsi készítette, és őt oda vettük. Egy vallomány, ez a tartó egy vallomány, helyet nem ér be senki más, csak a szerelmesen. A fák alatt csak egy kopott gitárból, és a terpélyen látható, ez a szerelmes dal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!